Szabadkával ellentétben, ahol mélyebb kutakra van szükség, és arzénmentesítő üzemet is ki kellett építeni, Csantavéren erre nincs szükség. Fertőtlenítés után azonnal hálózatba kerülhet a víz a fogyasztók használatára. A faluban 5 a 90-es években fúrt kút látja el a lakosság vízszükségleteit. Mivel ezeknek az élettartama 30 év, decemberben egy új kút kifúrása kezdődött meg. A kedvező időjárásnak köszönhetően a szivattyúk már lekerültek a kútba, amely 124 méter mély és két vízbázisból nyeri a vizet. Fontos megemlíteni, ugye, hogy nagyjából olyan 47-8 km vízvezeték hálózatunk van, és ezt üzemeltetjük Csantavéren, erre még Zenta őrs rájön egy 5-6 km-re, nagyjából olyan 70-80%-ban le van Csantavér fedve, hiányzózna még egy 10-12 km, hogy teljesen legyen a település fedve ivóvízzel. Amit még fontos kiemelni az, hogy körülbelül olyan 2900 és 3000 fogyasztónk van itt Csantavéren és Zentaösön együttvéve a két település, mert ugye ezekből a kutakból van ez mind ellátva. A vízművek és csatornázási közvállalat folyamatosan követi kutainak állapotát, annak érdekében, hogy felhasználóinak stabil vízellátást biztosíthasson. Folyamatosan követik ezeknek a kutaknak az állapotát, és ugye észrevették az utolsó pár évben, hogy szükségeltetik majd új kutnak a fúrása. Ezért elkészítették ugye a tervdokumentációt, engedélyeztették, és az engedélyek megszerzése után került sor a kiépítésre. Első fázisban most egy kút fúrása történt meg. Erre a kutnak a fúrására a város biztosította az anyagi fedezetet 20 millió dinár értékbe. Ugye Csantavér területén most egy kutat fúrnak, de ezen kívül, ezen a közbeszerzésen belül két kút kerül majd kifúrásra. Csantavéren most vannak a befejező munkálatok. Egyébként a Csantavérivel egy időben Szabadkán az egyes számú vízgyár területén is egy új kutat fúrnak. Mindkettő 240 nap alatt készül majd el.